A város szinte minden pontjáról látni lehetett a Palotaváros felett gomolygó hatalmas füstöt szerdán a kora esti órákban. A tavak melletti kis erdőben keletkezett tűz, a hajléktalan emberek laktak unyhókban. A helyszínen egy körülbelül 3-4 épületből álló bódéváros, égett hajléktalan lakások. Három ebből teljes terjedelmében leégett, egyet sikerült megmentenünk. Úgy tudjuk, egy felborult gyertya okozhatta a tüzet. Mire a kaibákban élő tucatnyi ember észlelte, hogy baj van, már hatalmas lángokkal égett az egyik építmény, a tűz pedig gyorsan terjedt a szomszédos kunyhok felé. Mi észleltük, hogy ég a szomszéd sátor. Tehát mi tudtunk értesíteni tűzoltót. Nagyon. Attól féltünk, hogy fölgyullad az egész erdő. A bódévárosban élőknek még időben sikerült kimenekülniük az erdőből, mint mondják, egymást segítették. Menekülés közben azonban egyikük karja megégett, miközben társát próbálta menteni. A keze így tiszta fehér, mert van egy olyan hajléktalan emberke ott, akinek le van vágva a lába, és azt tudták kimenekíteni, de ki tudták menekíteni. Te nem maradt bent. Tehát mindenki megmenekült. Tehát nincsen semmi probléma. Tehát életveszély nincsen. Csak annyi, hogy a lakatása gond van. Tény az, hogy elégett minden. Szerdán a tűzoltók után nem sokkal a kríziskezelő központ munkatársai is megérkeztek a helyszínre. Mint később Zsabka Attila, az intézmény vezetője híradónknak elmondta, ha igény mutatkozik rá, a központ biztosítani tudja a bajba jutottak ellátását. Azonban mindez idáig csak egy valaki élt ezzel a lehetőséggel. Hiába ajánljuk föl, próbálunk mindenféle oldalról, csak ideiglenesen, meg nem kell egész nap bemaradni, őt döntik el, tehát ugye kényszeríteni senkit nem lehet erre. De hát ugye ebben az esetben is ez volt a válasz, hogy hárman nem akartak bejönni, takarókat kértek, élelmiszert adott a kolléga, tehát ellátta őket. Amúgy bejárnak az utcás irodába ők legalább folyamatosan ügyet intézni, tehát így tartják az intézményen a kapcsolatot intenzíven. Viszont egy féllábú, hát igazából mozogni képes embert azt behoztak, betoltak kerekesszékkel az intézménybe. Itt a kolléga este úgy ítélte meg, hogy mentőt hívott rá és elvitette a kórházba. Zsabka Attila hozzátette, amivel tudják, segítik a mostani csoportot is, illetve a városgondnoksággal együtt működve a leégett területet megtisztítják majd a közeljövőben. Székesfehérváron ugyan csökkent az elmúlt években az utcán élők száma, de még így is a becslések szerint 90-100 ember él életvitelszerűen az utcán. Ők jellemzően a városszéli erdőkben próbálják átvészelni az évet és a telet a palotavárosihoz hasonló építményekben.